úgy érzem, hogy könnyen ment, azért szerencsére ellenfélként már azért ismertük egymást így a csapattal, és mert az első naptól azt éreztem, hogy mindenki úgy fogadott, hogy segítse a beilleszkedésemet, és ez úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült, nagyon jól érezzük magunkat a városban, a feleségemmel, és ő is jól érzi magát, ami számomra is azért plusz ölöketet adhat. Szóval eddig abszolút pozitívumokat tudok csak elmondani. Ott vagyunk az első helyen, ez a célunk. Volt két olyan mérkőzés, itt a Gyirmot és a Siófoki mérkőzésre gondolok, hogy azért ott benne hagytunk dolgokat. A helyzet kihasználásunk az elején nem volt az igazi, tehát nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, és annak kevés százalékát, hogy tudtuk értékesíteni, de az utóbbi mérkőzéseken, itt az Ajk ellen és a Kaposvár ellen is azért berúgtuk a helyzeteinket. Kaposváron lehetett volna még ennél több is, de úgy érzem, hogy kezd összeállni a csapat. Mindenki érzi, hogy azért nekünk vissza kell kerülni az első osztályba, mert odavalók vagyunk, ahogy a csapat is, és nagyon jó irányba haladunk, úgy érzem. Egyértelmű továbbjutást várok, tehát azért mégiscsak egy alacsonyabb osztályú csapat ellen lépünk pályára. Nekünk ugyanazt a játékot, ugyanazt a domináns játékot kell mutatnunk, amit az elmúlt fordulóban mutattunk, gólokat kell szereznünk. Szeretném minél előbb majd megszerezni a vezetést, akkor mi helyzetünk is sokkal könnyebb lehet, de egyértelműen azt várom, hogy holnap gond nélkül továbbjutunk. Minden egyes hazai és idegenbeli mérkőzésen nagyon jó hangulat volt. Az számomra külön öröm volt, hogy a vasasági idegenbeli mérkőzésen is úgy érezhettük, hogy mi vagyunk hazai pályán, a mi szurkolóink domináltak, és ezt szerintem lehetett érezni a mérkőzésen is, mert hazai idegenben azért ledomináltuk a vasasta pályáról, és ez óriás löketet adhat nekünk, hogyha esetleg rosszabbul megy a játék, kívülről érezzük azt, hogy folyamatos a támogatás, és ez a csapaton belül az ünnekenek nagyon jól esik.